március közepéig lehet jelentkezni a budavári zeneszerző versenyre. Beethoven tavaszi szonátájára komponálhatnak a szerzők, amit majd, mármint a nyertest, a Beethoven Budán Fesztiválon fogják kihirdetni. Nem kicsi a tét, a verseny összdíjazása ugyanis 6000 euró. Nagy Gábor Tamás polgármester a vendégem, jó reggelt kívánok! És ha már zongora hegedűről beszéltünk az előző beszélgetésben, most is ezzel folytatjuk, hiszen a versenyre zongora hegedű darabokkal lehet jelentkezni. Hát valóban a zsűri, akit felkértünk a zeneszerzői pályázat elbírálására, úgy döntött, hogy most egy ilyen nagyon ismert klasszikus Beethoven művet, egy nagyon sok dallammal, világgal rendelkező Beethoven művet ihletésül oda tesz a pályázat rész, a tavaszi szonátát, és hogy akkor maradjunk a hagyományos hangszereknél, tehát nem akusztikus, tehát csak akusztikus hangszerek, elektromos hangszerek, stb. Kizárva. Arra kíváncsiak a szakmában, hogy Beethoven 1800, majdnem 200 évvel ezelőtt komponált műve hogyan hat a mai zeneszerzőkre, mit tudnak ebből meríteni, milyen kompozíció, de ugyanazokkal a hagyományos hangszerekkel hogyan szólalna meg ma. Úgyhogy egy nagyon izgalmas pályázat előtt állunk. Valóban március 14-ig várjuk a pályázatokat, és a tavalyi sikerem felbuzdulva bízom abban, hogy idén is sokan pályáznak. És ugye május 7-én mutatják be majd a győztes darabot, nem véletlen a dátum, hiszen ugye 1800. május 7-én maga Beethoven koncertezett. Így van, a Várszínházban lesz ez a bizonyos ünnepi hangverseny, nem ez lesz az zeneszerzői pályázat gála adása, az másodikán lesz, május 2-án a Hagyományok házában. Egyébként hát két új helyszínnel is gyarapszik a Beethoven Budán Fesztivál. Egyrészt elkészült a Korvin téren a Budai Vigadó csodálatos épülete, a Hagyományok háza, és ott is lesz két hangversenyünk. Illetve az ünnepi hangverseny, tehát a május 7-i dísz emlékhangverseny visszakerült a Várszínházba. Azok közé, a falak közé, ahol annak idején Beethoven játszott, ugye most a miniszterelnökség felújításával együttéleg ez a hely elkészült, és visszanyerte azt a csodálatos akusztikát, azt a teret, amilyen ez annak idején, mint egy templom lehetett, és hát ez lesz az első publikus koncert ezen a helyszínen, úgyhogy nagyon nagy izgalommal várjuk mi is, és a két fellépő kiváló művész, Baráti Kristóf és Berecz Mihály, ők adják majd elő Beethoven opusz 30-as zongoraszonátait, hegedű zongoraszonátait az ünnepi hangversenyen. De egyébként összesen 16 koncert lesz egyébként, hát elég nagyon-nagyon színes a felhozatal, hát, klasszikus darabok és zenei határátlépések is hatók lesznek. Igen, lesznek azok is, most nem annyira a jazz, hanem a pop világába mentünk el. Az egyik programra két, már mondhatom, hogy a magyar beat zene klasszikusát kértük fel, Balázs Fecót és Benkő Lászlót, ugye az Oh My God billentyűsét, és ők ketten fognak majd Beethovenhez fűződő zenei kapcsolatukról vallani, beszélni, játszani, zenélni, de lesz balett is, Beethoven 7. szimfóniára, a Győri Balett társulata készített egy előadást, és hát ami még nagyon izgalmas, hogy a klasszikus oratórium műfajtól kezdve a szalonzenékig minden megtalálható. Majd a szalonzenék egy nagyon izgalmas műfaj, ma már nem nagyon játsszák, ezek a Beethoven szimfóniák, kamara hangversenyre, kamara darabokra való átírása. Annak idején nem volt nagy zenekar, nem voltak hanghordozók, és ekkor ezeket az átiratokat tudták házi körülmények között előadni, és ebből az összes szimfóniát meg fogjuk szólaltatni egy sorozat keretén belül. És lesz külföldi vendége is a fesztiválnak, egy amerikai művész érkezik. Malcolm Bilson visszatérő vendégünk, ő pedig a fortepiánót fogja, ezt a bizonyos gráf fortepiánót fogja megszólaltatni a De La Motte palotában, és egy másik különleges hangszer is felhívnám a figyelmüket, a fiszharmónia, ami egy orgonához hasonló, a harmóniumhoz hasonló hangszer, az 1800-as évek első felében, közepén volt nagyon népszerű, egy házi hangszer, amire Beethoven által írt darabokat fog előadni Szabó Balázs orgona művész. Ugye ez lesz a 20. Beethoven Budán Fesztivál, itt a kerek évfordulót, ezt mivel fognak róla megemlékezni, mivel fogják ünnepelni? Hát most én annak örülök nagyon, hogy az eredeti helyszínre, tehát a Várszínház falai
közé tudunk menni. Igazából a jövő évi lesz a nagy ünnepi. Nekünk ez a 20. alkalom, mert 2000-ben kezdtük az emlékhangversenyek sorozatát, de valójában a 2020-as lesz a nagy évforduló, arra készülünk valamilyen különlegességgel, mert akkor Beethoven születésének 250. és fellépésének 230. évfordulóját ünnepeljük majd. Úgyhogy az idei fesztivál ezzel a mindig valami újat szeretnénk. Tehát az, hogy például elhangzik az Egmond kísérőzene, nem csak a nyitány, hanem az egész darab, az például nem nagyon hallható máshol. Úgyhogy próbálunk mindig olyan különlegességeket is, a művészeket is olyasmikre kérni, amelyek eddig még nem voltak hallhatók. Úgyhogy én azt látom, hogy igazán gazdag kínálat lesz. Április 30-a és május 7-e között a Budai Várban, illetve a környékén, Budán, ismét megidézzük Beethoven szellemét, és érdemes lesz felkeresni a műsorokat, illetve a programokat. Annyi mesélt polgármester úr a koncertekről is, hogy milyen stílusban, milyen szemszögből fog megszólalni Beethoven. Az ott az érzés, hogy itt az is megtalálja a számítását, aki úgymond fekete öves, komoly zene rajongó, és az is, aki esetleg eddig idegenkedett ettől a műfajtól, de most kap majd egy olyan nézőpontot, hogy odafordul egy picit a műfaj felé, ez kimondott cél? Így van, ez kimondott cél, sőt, szombat délelőtt például a Jókai Anna szalomban kifejezetten a gyerekeket szólítjuk meg, Eckhardt Gábor zenettörténész zongora művész előadását, aki színes történetekkel, példákkal, humorosan adja elő mindazt, amit ő Beethovennek a fiatalabbak számára szeretne elmondani. Tehát igen, toborozzuk a közönséget, a híveket a komoly zenének, és egyúttal valóban, ahogy fogalmazott, mindig műfaji határokat szeretnénk átlépni. Például még nem említettem az improvizációs koncertet, ami szintén különlegesség. Azt gondolom, a komoly zene rajongók és az általános zene érdeklődéssel bírók számára is, ugyanis két zongoraművész, Szilasi Alex és Király Csaba hajlandóak arra, ami 200 évvel ezelőtt gyakorlat volt, de mára kiment a divatból, hogy leülnek, és adott esetben rögtönöznek ott pillanatnyilag talált dallamokra, vagy felajánlott dallamokra, előadják, hogy milyen zenei gondolatok jutnak eszükbe, illetve bemutatják azt is egy zenei szalon keretén belül Szilasi, hogy milyen a rögtönzés műfaja, tehát hogy épül fel a zenei rögtönzés. Nem tanítják a Zeneakadémián, vagy sokáig nem tanították, és sajnos az előadó művészeink erről leszoktak, de mi ezt szeretnénk egy picit vissza. Erről szólt a kadencia verseny annak idején, és pontosan az inspiratív hatását, pontosan azt, hogy mi mindent jelent ma még Beethoven életművel, azt szeretnénk ezzel a zeneszerzői versennyel is kipiszkálni az emberekből. Beethoven hagyománya szorosan kötődik a magyarokhoz, egész életművében jelentős hányadot tudhatunk magunkénak, és én azt gondolom, hogy itt Magyarországon egy erős Beethoven kultusz van, ezt szeretnénk tovább építeni. Kíváncsian várjuk akkor egyrészt a versenyre kezdő darabokat, és magukat a koncerteket is, polgármester úrnak köszönjük a beszélgetést. Köszönöm.